Szervusztok, szeretettel köszöntök mindenkit a 2014-es, 15-ös Gyolcse első darma beszédén. Szívből köszönöm Misinek az életbölcsességgel áthatott bevezetőjét, és ebben a teremben bizony nincs senki, aki kisebb-nagyobb válságokon keresztül nem ment volna. És eleinte úgy tűnhet, hogy ez az életnek az irregularitása, amikor a dolgok nincsenek rendben, amikor nem úgy történnek az események, ahogy azt szeretnénk. És vagy így, vagy úgy, de megtanuljuk, hogy a válság ugyanolyan szerves része az életünknek, mint az a boldogság, amire törekszünk. Valahogy tartósan így elcsípni, mint végcélt, azt nem tudjuk. És ha van valami, amit megtanulhatunk, megláthatunk, az az, hogy jobb, ha engedjük, hogy a boldogság az valami sokkal nagyobbnak a mellékterméke legyen. Jobb, ha engedjük, hogy ez a boldogság ne pusztán személyes legyen. És jobb, ha engedjük, hogy ez a boldogság jöhessen és mehessen ahhoz, hogy megmaradjon. Úgyhogy Misi említette az interjú szobának a terét, és hogy ott mi történik a tudatban. Hát minden megtörténhet, ezt szerintem már itt mindenki tudja. És történjen is, ugyanis ez a legjobb laboratórium. Nincsenek ilyen fémes, hideg, szúró, vágó eszközök, meg ilyen nagyon durva kemikáliák. És csak az az interakció van, az a tükörszerű reflexió van, ami tanító és tanítvány között végbe megy. És ott lehet hibázni. Hibázunk is. És az a jó, hogyha a hibáidból megtanulsz erőt nyerni. Ahogy a válságaidból is. A válság az nagyon hasonlít egy adott minőség kritikus tömeggé éréséhez, ahogy hallottuk a Luffy nagyrafújásához, és a kritikus tömeg beindít egy láncreakciót. Az viszont már a te hozzáállásodon múlik, hogy ebből atombomba lesz, vagy atomerőmű. A maghasadást nem kerülheted el, az élet, a karma megérik. És ahogy megérik, beindul ez az erjedés, beindul a láncreakció, beindulnak olyan folyamatok, amelyekre, amikor először rálátsz, akkor nem hiszed el, hogy ezt te kezdted el. És te tápláltad. És egész addig, amíg a küszöb értéket el nem érte, azt hitted, hogy kontroll, hogy uralod. Egyszer csak, egy pillanat alatt minden kicsúszni látszik a kezed közül, és nagyon örülök, hogy a Misinél a harmadik Luffy is eldurrant. Mert képzeld el, ha az megmaradt volna, most sokkal nehezebb dolgunk lehet, mert vitatkozna velem az interjú szobában. De nem vitatkozik. Mert már nincs min, tudod? Ez a jó. Úgyhogy ekkor lehet igazán haladni, amikor úgy látszik, hogy minden megállt. Amikor úgy tűnik, hogy minden Luffy kidurrant, akkor kezdhetünk el emelkedni, de akkor már nem tudod, hogy mitől. Mert nem te vagy az, ami emelkedik, hanem egyszerűen mész az úton. És ahogy haladsz az úton, az úttá válsz. Már mindenki tudja itt, hogy nem A-városból B-városba tartó menet ez a történet. Hogy elindultál szamszárából, mész a nirvánába, és néha-néha leszállsz a bisztróban. Hát engedd azt, hogy elkopj, hogy a kérgeid elkopjanak, hogy a rétegek lehámoljanak, és akkor az úttá válsz. És ezt merni kell tudni megcsinálni, sőt, ez kell a legnagyobb bátorság, hogy éld át a saját változásodat, miközben az irányodat tartod. Éld át azt, hogy nem ugyanaz az arc néz a tükörből vissza, de mégis felismered a fényképet. Úgyhogy, hogyha bármiféle kérdés merült föl bennetek az élettel, a gyakorlattal, az irányjal, a válsághelyzetekkel, azok megoldásával kapcsolatban, akkor kérlek, hogy kérdezzétek meg. Az lenne a kérdésem, hogy nagyon sokan mondták nekem régebben most is, hogy a betegségek összefüggenek a lelki érzelmekkel, és én ebben sose hittem, mert úgy voltam vele, hogy beteg vagy, vírus kaptál, de a vírus, amikor kimegy belőled, akkor majd jobban leszel.
Már immár más, több mint másfél hete szenvedek ezzel a betegséggel, és hogy való, akkor végül is van ennek lelki oka. Persze, meglátott téged a stafilokokkusz, és kezet fogott veled. Persze, hát a lelki és érzelmi életünk azért az immunrendszert eléggé szabályozza. De nehogy azt higgyük, hogy itt egy ilyen golyóálló érzelemvilágot ki tudsz fejleszteni, aminek olyan, de olyan immunválasza van, hogy azt már szinte forgalmazni kell. Tehát ne ebben gyúrjunk, és ne erre gondoljunk, mert ez ugyanúgy mulandó, mint minden más, és nem ettől leszünk mi ugye non-duális tudatú, bölcsességes együttérzéssel bíró emberek, hogy egy vaskemény, betegségre ellenálló fizikumot és energetikát szeretnénk kifejleszteni. Megsúgom, hogy a nagy tanítók többsége konstans betegségekkel küzdött. Szungzászonyim cukorbetegsége gyakorlatilag a kora 30 éveiben kezdődött, és olyan dolgokat kellett kiállni a fönt a hegyen, mind az elvonulása, mind a rákövetkező évek, hát ugye nem sokkal a koreai háború után vagyunk, és Korea éhezett. Konkrétan a 60-as évek elejéig az üdvözlésmód az volt, hogy jó napot, evett már ma? Tehát ez és még egyebek is hozzájárultak ahhoz, hogy érezze, hogy ez a test, ez ki fog futni alóla. Ennek vége lesz, és addig kell a tudattal valamit csinálni, amíg van test. Addig van önrendelkezésed, addig van szabad akaratod, addig van valamennyi lehetőséged arra, hogy belásd, hogy a karmád az miről szól és irányba fordítsd. Jó? Tehát egészségbetegség teljesen mindegy. Merre megy a tudat? Most, ebben a pillanatban mit csinálsz? Mit szólsz? Mit érzel? Mit gondolsz? Az, hogy a test beteg vagy egészséges, az huszadrangú. Most hogy döntesz? Most mit csinálsz? Most merre irányulsz? Ez a kérdés. A test az jön meg, megy, és egyszer úgyis kirúgnak a kórházból, az kész. Mostanában egyre hamarabb. Jó? Tehát tisztán, világosan, a felébredés és mások segítésének útján előbb-utóbb az összes betegség az 20-30-ad lagos lesz. A vezető kapcsán jutott eszembe, hogy mindenképp kell a válság ahhoz, hogy az ember felfelé tudjon elindulni, mert most olyan érzésem van, mintha kellene ez a koppanás, a lopidúranás ahhoz, hogy egy pozitív dolog tudjon kinőni. Nézd, ha az illúzióvesztést válságnak mondjuk, akkor igen. Tehát illúzióvesztésre van szükség, és olyan embert még nem láttam, aki nagy hajlandósággal, harmonikus életérzéssel a legmélyebb identifikációit, a legmélyebb hamis azonosulásait el tudta volna engedni. Tehát ahhoz azt az életnek ki kellett tépni belőled, hogy aztán ránézze, hogy hát igen, úgy érzem, hogy megnyúztak, de közben csak a kígyóved lette le a bőrét. Tehát olyan embert még nem láttam, aki itt simán csak úgy levedlette volna, mert épp eljött az ideje, hogy ezen a beavatáson is keresztül menjen. Úgyhogy úgy látszik, hogy... Várható, mint az időjárás, igen. Tehát a lényeg az, hogy nagyon úgy tűnik, hogy ez a konfiguráció, hogy földbolygó és emberi lény és lénycsoport, az ezeken a stációkon kell, hogy keresztül menjen. Tehát kell emelkednie és buknia, kell boldognak és szomorúnak lennie. Nem hinném, hogy a dualitások párjaiból pont a boldogság és a válság hiányozna. Tehát ha az éremnek van egyik oldal, akkor van másik is. Ezt a Dhammapadában a Buddha gyönyörűen kimondja. Tehát szerintem az egzisztencialisták sírtak volna örömükben, hogyha ezt elolvasták volna a 19. század környékén, hogyha létezik ez, akkor létezik az is. Ha ez megszűnik létezni az is. Erre Franciaországban és Dániában az adott egzisztencializmus bölcsőjében nagyon sok gombot tudtak volna varni. Jó? Tehát nézzük meg a dualitások minőségét, működését, és akkor látod, hogy ez elkerülhetetlen. Miért? Mert az ember fájdalomkerülő, boldogságra törekvő lény. És pont ezért szenved. Hát nem gyönyörű? Gyönyörű.
Egyéb kérdés? Még kérdek, akkor még a betegséggel eszembe jutott itt az előzővel, hogy azt hittem, hogy a tiszta tudat húzza úgymond maga után a tiszta testet, hogy így mondjam. Tehát, hogy minél tisztább a tudatom, annál egészségesebb a testem. Meddig húzza maga után? Hát a tökéletes egészségig. Az öregséget azt mondom, hogy oké, tehát, hogy öregedünk, de hogy ilyen komolyabb betegségek, hogy azok... Ismered a gólya és a széles szájú béka történetét? Nem. Tehát az úgy ment, hogy a gólya vadászott, és ment, tudod, a hosszú lábaival ott a mocsárban is ott. És megkérdezte tőle a béka, szia gólya, te ki vagy és mivel táplálkozol? És erre azt mondja a gólya, én a gólya vagyok és széles szájú békákkal táplálkozom. Mire a béka, és hol talál az ujjat? Tehát azért kell a tökéletes egészséggel vigyázni, mint koncepcióra, mert a széles szájú béka visszaszól, hogy ő is hol talál, olyan. Tudod, tehát egy idő után, amikor ugye, ezt látom mégis, mert nem volt ez az univerzum, ez a dolog. Szóval az ember egy idő után rájön, hogy akármennyit tekeri a pedált, akkor se lesz tökéletesen egészséges, és akkor merül fel a kérdés, hogy hogyan tudja az épp aktuális létállapot szolgálni a felébredést és mások segítségét. Tehát egy idő után nem tudsz te teljesen egészséges lenni, és ez még nem is nagyjából életkor függő, tehát ennyiben azért kapcsolódnék ahhoz, amit mondasz, hanem tudatállapot függő. Tehát világos, hogy a testnek a kora az azért tudja determinálni a tudatot, de amennyiben te nem azonosulsz a testtel és annak a korával, annyiban tud a tudatod függetlenül működni ebben, bár mégis benne van a testben. Ez nem jelenti azt, hogy a test ez egy centit is javulna, ahogy az idő halad. Jó? Tehát van egy pálya, életközépről ugye beszélt Misi, van egy energetikája és egy hasznos élettartama ennek a testnek, és ez egy idő után ugye elér egy optimumot, és utána pedig már ezt nem tudja emelni, csak egy darabig fönntartani, aztán pedig szépen a lassú, de biztos dezintegráció útjára lép. Milyen jó. És képzeld el, hogyha örökre benne lennénk ebben. Tehát én nem is értem azokat, akik ilyen ebben a testben kívánatos öröklétre így áhítoznak. Tehát szerintem nem tudják, miről beszélnek. Jó? Tehát nagyon rendben van az, hogy a test és a tudat az ilyen szinten nem kompatibilis. Tehát meghatározzák egymás működését egy ideig, a tudat nagyon visszatudhatni a testre, amilyen gondolatokkal, érzelmekkel élsz, azon nyomban a fizikai állapotodban, az emésztésedtől kezdve az immunrendszeredig mindenben megmutatkozik, világos. Ezt hívjuk érzékszervhez kötött lénynek. Ez rendben van. De vegyük észre, hogy egy tűztípusú, oxidáló, érzékelő tudat van egy víz- és földtípusú testben. Ezek nem fognak sokáig együtt ketyegni. Egy idő után valami gubanc lesz, és hogy az arányok eltolódnak, úgy ez a nagyon kényes egyensúly megbomlik. És nem tartható fönt. És utána a léleknek el kell távozni a testből. Nem tudod fönntartani. És pont ez a kérlelhetetlen mulandóság adja az élet értékét. Pont ez a kényes egyensúly késztet és kényszerít figyelemre. Magunk és mások esetében egyaránt. Ha nem lenne ennyire kiélezett a helyzet, akkor mi nyugodtan eltespedhetnénk az öröklét, tökéletesség, egészség adott minőségeiben, de ezért nekünk küzdeni kell. Ezért erőt kell kifejteni. És aztán kiderül, hogy csak magunk számára az egész érdektelen. Tehát vagy tovább tudom adni, vagy tudom segíteni a másik embert efelé, vagy a magam számára teljesen jelentés nélküli. Úgyhogy ez az egész, ez nagyon-nagyon úgy van legyártva, amit mi megélünk, hogy az út az kívánatos és ajánlatos legyen. Jó? Miért jó nekünk ez az egész, ez az élet, vagy a sok élet? Miért születtél meg? Minek csinálni ezt az egészet, tehát? Nézd meg a saját motivációt, miért születtél meg?
Hát biztos, hogy ennek az életnek van oka. De legyünk nagyon brutálisan konkrétak és közvetlenek. Száz, meg még 1000, és akkor mi van? Először is, ha tanácsolhatom, tartózkodjunk a terméketlen abstrakcióktól. Az egyik ilyen terméketlen abstrakció, hogy 100 és 1000 életre osztjuk szét azt a figyelmet, amit még egyre is, ugye? Egyre is kevés. Tehát, ezt az életet miért éled? Ezt a testet miért vetted fel? Nézd magadba, és ekkor szoktuk azt javasolni, hogy a hvadut, a nagy kérdést, azt alkalmazd egy konkrét életterületre, ezt most úgy hívjuk, hogy motiváció. Tehát, mi a dolgom? A lelkemben nézek, mi a dolgom? Miért csinálom azt, amit csinálok? Miért lélegzem? Miért eszem? Miért kommunikálok? Miért akarok magamból egy újabb személyiséget kihozni? És kőkeményen benne van az emberben, hogy ez nem csak túlélés, nem csak szaporodás, nem csak birtoklás. Jóval több ennél. Hát megnézed ezt a tipikus 3 ösztöncsoportot, és akik csak ebbe ragadtak bele, azok olyan elképesztően alacsony minőségű életet élnek, hogy megszólíthatatlanok. És mihelyt ettől a 3 ösztöncsoporttól kezdesz elszakadni, és valami finomabbat, nemesebbet, emberibbet találni, onnantól kezdve az élet értelme megváltozik. És ezt csak magadban találhatod meg. A zent azt azért szeretem és azért művelem, mert nincs benne dogmatika. Nincs egy ortodox írás vagy gondolatgyűjtemény, amit te neked el kellene hinni és el kellene fogadni. Itt kérdések vannak, irányok vannak, haladás és valamiféle ráébredés van, azért, hogy te magadban találd meg azt, amit keresel. Tehát az egyik legalapvetőbb ugye, interjú szobabeli realizáció a legelején az volt, hogy feltetted a kérdést? Igen, akkor meg is tudod válaszolni. Mert ugyanonnan jön a válasz, ahonnan a kérdés. Ehhez néha kell egy kis segítség. Tehát ehhez néha azért a kábeleket újra kell dugaszolni, tehát ez rendben van. De hogy ezt az ember megkapja, a Buddha természetről szóló tanításnak ennél praktikusabb alkalmazása nem hinném, hogy lenne. Tudod? Tehát képes vagy rá. Tehát nézd meg, világos és egyszerű, hogy megszülettél. Felvetted az énnek a burkát, felvetted az individuációt, a szabad akaratot, azért, hogy te az lehess, aki. És éld ezt az életet. Ebben az összes motiváció benne van. Nem kell ezen kívül keresgélni filozófiában, vallásban, ilyen ológia, olyan izmus. Felesleges. Benned van. Úgyhogy meg is tudod találni. Amikor az ember, tudod, így felnéz az égre, és látja. Milyen jó az te. Az gyönyörű. Az tényleg gyönyörű. Jó is. És látod azt a rengeteg csillagot, meg belenézel egy dokumentumfilmbe, és látod, hogy mekkora a Föld ebben az univerzumban, meg ebben a tejútrendszerben, meg a galaxisban, meg ahogy távolodik az egész. És hogy belegondolsz, hogy mi történik itt egyáltalán, ki vagyok én itt, egy mikroorganizmus az örök organizmusban, ijesztő. Hogy mi történik itt? Igen. A szinapszisok beszélgetnek egymással. Ez történik. Tehát ne feledjük el, hogy azért érzékeljük a világot olyannak, amilyennek, mert ilyen tudattal, ilyen testben élünk. Tehát nagyon-nagyon óvatosan vegyük az objektív létét annak, hogy ja Istenem, hát itt aztán olyan távolodás van, hogy aztán el is fognak tűnni ezek a galaxisok így egymás kozmikus látóhatáráról. Vagy olyan elképesztő sebességek mutatkoznak, hogy relatíve egymáshoz képest még a fénysebességnél gyorsabb nyugalmi tömegmozgás is előfordulhat. Vagy hasonlók. Tehát azért van ez, mert ez az agy, ez ilyenre fordítja le az univerzumot. Ezért megyünk el odáig, hogy nem tudom. Ezért választjuk le a tényt és a véleményt. Ezért választjuk le azt, hogy mit gondolsz róla, és mi a tárgy valójában. És hogy ennek mi a működése. Tehát ezt már az interjúszóban mindenki megtapasztalta, amikor őrre mentünk azon, hogy mi az óra Buddha természete, és nem tudja. Nem tudja, mert a gondolkodásával helyettesíti be a valóságot. És akkor egyszer csak így rájön, hogy úristen, hát ezt én még nem is gondoltam idáig. Hát gratulálok.
Jó? Tehát ez azért szép, mert elkezdjük a világot úgy látni, ahogy van a maga olyanságában, vagy ilyenségében. Oké? Okay? És ez azért fontos, mert akkor az univerzum se vág annyira hanyat téged. Tehát tudod, hogy a saját tudatod működése teremti az univerzum jelenlegi képét. Ha nem ebben a testben, nem ezzel az aggyal, nem ezzel a tudatossággal léteznénk, az univerzum fordítása, lefordítása és interpretációja is más lenne. Tudod? Tehát azért szép ez, mert megadatik az embernek néha, hogy nagyon komoly éber álma legyen. Még akik nem meditálnak, azoknak is. Akik meg meditálnak, azok éberen a testben tapasztalják azt, hogy változik az önkép és a világkép. Az önkép változik, változik a világkép is. Változik a világkép, változik az önkép is. Jó? Tehát ez az univerzum azért ilyen, mert mi ilyenek vagyunk. Nem ebben a testben, nem ezzel az aggyal, teljesen másképp fordítaná le a tudat az univerzum létét és működését. Kedvenc kérdés, hogy miért kell külön rádió? Mert nincs bennem az a hullámsáv, ami a Kossuthot megfogja, szerencsére. Tehát ezért kell külön rádió. Most képzeld, de ha nem tudnál kikapcsolni. Tehát ezért kell az elektromágneses kiterjesztése a tudatnak, mert bizonyos gondolatokat tudunk fogni, bizonyos érzelmeket tudunk fogni, de egyéb iránt bizonyos rezgéstípusokat nem. Most képzeld el, hogyha bekapcsolnák a mikrohullámú sütődét, és ez benned megszólalna. Hát az eléggé rossz lenne. Tudod? Tehát azért ilyen az univerzum, mert ezekkel az érzékszervekkel, ezekkel az agysejtekkel, ezzel a pszichofizikummal bírunk. És ezért mondja az Avatamsaka Sutra, hogy ha meg akarod érteni a világegyetem valódi természetét, akkor tekintsd úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. És ez nem projekció az égszerelmére. Ez teljesen más. Ez az, ahogy mi az érzékszerveinken, kognitív és érzelmi folyamatainkon keresztül interpretáljuk a valóságot. És azért megyünk ide-vissza, hogy a valóság ne interpretált legyen. Azonban legyen a fordítók és tolmácsoknak a dolga. Tehát juss el a közvetlen tapasztalásáig annak, hogy mi az, amit nem gondoltál el. Mi az, amit nem érzelmekbe öntöttél. Mi az, ami nem érzékszervi tapasztalat. És mégis itt és most a miénk. Mert ez biztos. Ez még akkor is biztos, ha iszonyú szokatlan. Miért? Mert ennek a tapasztalatával elkezd minden helyesen működni. Magunkat is beleértve. Oké? Okay? Mindig halljuk ezt, hogy megvilágosodott, megvilágosodás. Benne az interjúszobában, Szungszang mester, meg annyit halljuk ezt. És én még nem olvastam el sehol, hogy mi a megvilágosodás? Jobb is te. Most azon gondolkodni, az borzasztó. Te nem mondod el, légy szíves? Nem én. Ó, én nagyon tartózkodom az ilyesmitől. Lincsi zenmester. Nem. Most akkor tényleg ne beszéljek róla? Hát most kérdezted. Hát ezt szeretném mondani. Borzasztó. Tehát Lincsi zenmester, amikor megkérdezték tőle, hogy mi a megvilágosodás, egyrészt állandóan nyakon vágta bottal, tehát, de én ezt most nem teszem. Tehát a második típusú választ szeretném mondani, amikor Lincsi azt mondta, hogy a megvilágosodás mint szó kiejtése pont olyan, mint hogyha egy vödör szart öntenél a fejedre. Itt megálltam. Tehát ezért ne hangsúlyozzuk itt a megvilágosodást, mert mindig a susnyásba belemegyünk. Állandóan félremegyünk, hogy én, hogy én. Na most, ha van fogalom, ami nem fér össze a másikkal, az az én meg a megvilágosodás. Tehát ha valaki legyártja ezt a egyébként nyelvészetileg lehetséges frázist, hogy én megvilágosodtam, az biztos, hogy nagyon-nagyon, tehát vagy iszonyatos gyorsasággal abba a bizonyos kis sárga színű kis házikóba, tudod, olyan zubbony, amit csak hátul lehet kinyitni. Tehát vagy ez van, vagy belátja, hogy ez összeférhetetlen, tehát vagy én van, vagy megvilágosodás van. Kész. Olyan, hogy az én megvilágosodjék, az nincs. Ugyanis csak az én az akadálya annak, hogy megvilágosodjon. Jó? Tehát ezért kell nagyon óvatosan bánni az, hogy te megtudd. Ne tudd meg. Válj azzá. Felejtsd el az énedet, és válj igazi természeteddé. Ne egy célt akar elérni az úton, hanem válj az úttá. Ne egy újabb dualitást gyártsa le, hanem tér vissza a dualitások elé,
ahol viszont nincs énség, tehát nincs olyan tapasztaló, amely kijelenthetné, hogy így! Jó? Na ekkor az élet visszanyeri eredeti spontaneitását, könnyedségét, és úgy kicsikét az ember tud lélegezni. Ezért van az, hogy meditálunk, és a tiszta, térszerű, tükörszerű tudatnál több, meg kevesebb nem is kell. Tehát ezért van az, hogy megjelenik a tapasztalat, és megkérdezzük, hogy jött-e és ment-e. És a tapasztalatok bizony olyanok, hogy azok jönnek és mennek. És akkor bizton kijelenthetjük, hogy bizony ez nem az, amit kerestünk. Hanem azt keressük, ami nem jön és nem megy, amit jobb hiány a tapasztalónak mondhatnánk, de ennek fix identitása nincs, tehát óvatosan. Jó? És akkor úgy megnyugszunk. És akkor az ég nagyon kék. Te fölnézel, és akkor úgy el tudod magad felejteni, és az éggel egyé válsz, az olyan kék, hogy azt leírni nem lehet. Én azt szeretném kérdezni, hogyha ez az egész verbalitás és az a dualitásnak az egyik kifejeződése, és mi mégis beszélgetünk valamiféleképpen, akkor mik azok a minták, amikkel te ezt ki tudod siklatni, hogy ez mégse legyen, ne árulj el önmagát a kommunikáció? Ó, hát ehhez nem minták kellenek. Ehhez az kell, hogy engedem, hogy elhidd, amit mondasz. Már ki is siklott. És amikor ezek a kis relatív hitek így egymással összecsókolóznak, összeakaszkodnak, és összebikáznak, akkor bejössz az interjú szobába, és azt mondja, Szunyim, olyan fájfájásom van. És ez pont azért van, mert a sok-sok elhitt gondolat közül nincs egy ilyen vezérűrű, egy ilyen alfa hím gondolat, amelyik azt mondja, hogy most én az egészet úgy, ahogy van, megmagyarázom. Mert jön egy második, egy harmadik, egy negyedik, és a többi. Csak egy idő után marhára elege lesz az embernek ebből, és utána le akar választódni erről az egész zsibiről, hogy legyen egy kis nyugalom, meg csend. Tehát nem kell nekem kisiklatni, kisiklik az magától. Én nekem csak fő kell tenni egy kérdést, például ilyet, hogy mi mozog, szél vagy zászló? Na, ez kész. Tehát biztos, hogy az egész ilyen gondolat halmaz, az szomorúan így összecsukja a szirmait, és elmegy utána energiaállapotban, mert használhatatlan. Tehát ennyi. Jó? Tehát engedjük a folyamatokat a maguk természetességével megnyilatkozni, megjelenik az energia, és ezt megfelelő irányba fordítjuk. Kész. Én a válsághoz visszatérnék egy kicsikét. Hála a jó Istennek, mondja. Hát nem szeretnék, csak pontosan ezt szeretném megkérdezni. Amikor először találkoztunk, akkor volt egy jó híred, meg egy rossz híred számomra. A jó az mindegy, a rossz pedig az, hogy nem látod rajtam ezt az elkeseredést. Amitől én kicsit el is keseredtem. Kezdődik. És tényleg ez a koppanás, ez hogy beszélgettünk róla, nekem a harcosok klubját juttatta eszembe, amikor mennek a limuzinnal az autópályán, és elengedi a kormányt, hogy tapasztalják meg a null pontot. És tulajdonképpen ilyesmi folyik itt is, csak ilyen krízis szimuláció, csak biztonságosabb körülmények között aránylag, vagy muszáj, tehát ezt meg kell kreálni ahhoz, hogy megtörténjen az a valami, ami egy öder szalként. Szerintem lehetővé kell tenni azért, hogy a benned dúló ellentétek ne káoszt hozzanak létre, hanem nagyon tervezetten paradoxonokban öltsenek testet. És amikor a paradoxonok azok elkezdenek kisülni, az ellentétek közt ott van a feszültség, akkor a zen eszközeivel ezt nagyon jól lehet láttatásra és haladásra használni. Tehát másodpercenként 60 ezer neutrino megy keresztül egy olyan területen, mint a hüvelykujjadnak a körme. Csak mindezzel nem tudunk semmit se kezdeni, de azok, akik nagyon komolyan foglalkoznak ezzel, azok megépítették mondjuk a Tevatront vagy a CERN-t, és akkor abban nagyon tervszerűen protonnyalábok közelfénysebességgel. Puff! És akkor a detektoron mutatják, hogy az elemi részecskék, töredékei, egyebek, azok hogyan viselkednek és mit csinálnak. Tehát ez a különbség csak úgy a nagy, spontán és egyéb kicsit szabályozatlan és átláthatatlan folyamatok és a nagyon világosan, nagyon jó megtervezett folyamatok között, amelyek, mely utóbbiak nem zárják ki a spontaneitást sem.
viszont nagyon jól átlátott az egyik, és nagyon csapnivalóan átlátott a másik. Tehát azért van szükség a válságszimulációkra, hogy a zen bot koppanjon a padlón, vagy a te tenyered üsse meg a padlót, és ne az élet útján így szántsad az orroddal, és akkor mondod, ja Istenem, barna és büdös. Tehát nem ez kell. Tehát ez azért jó, mert az embernek lehetőséget ad a hibázásra, lehetőséget ad a belátásra, lehetőséget ad a felkészülésre, pontosan azért, hogy a tudatából már ugye távozzék egy adag illúzió, hogy a tudata bizonyos mértékig már megerősödjön. És akkor az életválságok azok egész másképp érvényesülnek. Tehát, hogyha valaki teljes sebességgel nekivezeti a repülőgépét a hegynek, akkor ez biztos, hogy nagyon-nagyon komoly szerencsétlenség. De ha elértél egy olyan repülési magasságot, ahol esetleg csak súrolod az örök havat, akkor is ott van az érintés, de azért egy kicsit más. Tudod? Tehát ezeknek a válságoknak nincs öntermészete. A sorsodnak nincs egy előre megírt szkriptje, amit neked minden áron követned kell. De vannak irányok, amiket fölvettél, vannak ciklusok, amelyek visszatérnek hozzád, és azt, hogy ezt te milyen tudatossággal, milyen energia szinten éled meg és reagálod le, az már a te dolgod. Tehát itt nem szeretném, hogyha a sorsszerűséget valaki magába dörgölné és ezzel azonosul, nem, ez nem így van. De a megtermelt karma az hozza a gyümölcsét. Ez fontos. Tehát ezt kell látni. És akkor ennek az egésznek, amit csinálunk, hatalmas értelme, értéke lesz, mert a tudatodnak a tisztaságát és az energiaszintjét megemeled. Megemeljük egyébként egymásért, mert ez így működik. Úgyhogy nagyon jók ezek a tervezett válságok, a kreatív paradoxonok, a hiba lehetőséggel bíró kísérletek, hogy dolgozhatsz másfél évig azon, hogy az egér macska eled elteszik, de a macskatál el van törve, és ez mit jelent? És hogyha gondolkodsz rajta, akkor darabokra fog menni az intellektusod. Tehát ezt még gondolkodó tudat nem oldotta meg. Az biztos. Tehát úgy van kitalálva, úgy van megszerkesztve, hogy ezt a diszkúzív, analitikus gondolkodással soha ne tud megoldani. És azért van a rendszer úgy kialakítva, hogy az elején még azt hiszed, hogy ó, hát ez milyen könnyű, hát ez ugye Gyógyú remetei, hát pillanatok alatt megvolt meg. És akkor az ember egy észbe, hogy hát akkor hogyan is kéne megmenteni azt a macskát ott Namcsont templomában? És jó, tehát nagyon gyorsan, pár hónap alatt kigyúrja magából ezt is, és akkor jön mondjuk az, hogy hangom fenn a fán, és akkor hogy maradsz életben? Az már egy kicsikét keményebb. És akkor azon is túljut, és akkor vannak ilyenek, hogy amit most éppen senki nem gyúr, de ez a Doxán viszi a csészét. Ez egy ilyen HBO sorozatot kenterbe verő konfliktus egy kolostoron belül, és hogy oldod meg? Tehát ez elképesztő. Tehát, úgyhogy szépen megy a mérce fölfelé, és az ellentétek azok egyre távolabb kerülnek egymástól, és egyre erősebben sülnek ki. Egyre nagyobb energiával sülnek ki, és egyre inkább az ember nem csak úgy megszokja, hanem úgy meg is szereti azt, hogy most úgy meg lehet próbálni egy újabbat, egy nehezebbet. És érzed, hogy nő a stabilitás, érzed, hogy nő a tisztánlátás, érzed, hogy kevésbé vagy megbolondítható belülről és kívülről, de ehhez a saját poklodon át kell menni. Tehát ez nagyon fontos, hogy az emberi pszichét megismerjük annyira, hogy ehhez mire van szükség, ehhez mind kell keresztül menni. És hogyha látod, hogy mindig van túloldal, ha látod azt, hogy mindig van egy következő lépés, akkor soha nem fogsz a saját mocsaratba beleragadni. Az lenne a kérdésem, hogy miért 90 napos az elvonulás? És... Három darab 30 napos határidő egymás után. Hát tudom. De hogy miért pont 90? Jó. És a többit az utána. Tehát ez úgy van, hogy a Buddha idejében, Indiában, ők nyáron ültek 3 hónapot, mert az volt a monszun időszak, és Dézsából öntötték az esőt, és akkor nem utaztak, hát nem vándoroltak, és nem tanítottak. És egyébként is ez a kis
újratöltés, ugye, az nagyon kell. Úgyhogy a Buddha idejében nyári elvonulás volt, és ez volt a 3 hónap, amivel kezdtek, és ezt a monszun diktálta. És akkor átmegy a Zen Kínába egy pár évszázaddal később, és akkor a Tang dinasztiára akkor nagyon sok buddhista lett úgy hirtelen, mert Bodhidharma tanítása terjedt, és stb. És a kolostorok úgy megteltek. Képzelj el egy olyan társadalmat, ahol 10% a népességnek életvitelszerűen foglalkozik buddhizmussal, vagy úgy, hogy szerzetes vagy szerzetesnő, vagy pedig világi, akik a templom környékén vagy egyen-ketten bent is éltek. Ez csodálatos. Hát túl jó volt. Tehát olyan középút, olyan középosztály és olyan átlátható közpénzfelhasználás lett ennek az eredménye. Nem szabad csak ezt úgy kihagyni, mert a konfuciánus etikában ez nagyon benne van, hogy a helyes apparátus az helyes társadalmat hoz létre, uram, bocsá. Tehát a 3 fogalom, hogy középút, középosztály és helyes közpénzfelhasználás, ez bizony nagyon-nagyon összefügg, és innentől kezdve lehetett látni, hogy amikor ez megvan, minden rendben van. Tehát akármilyennek nevezzék azt az adott társadalmat, hogy kínai, amerikai, európai, bármilyen, az tud működni ezeken az elveken. Ebből a 3-ból bármi elvész, azon nyomban probléma van. Tehát elvész a középút, és megjelenik a szélsőséges gondolkodás, a másik 2 is borul. És jársd végig. Ez mindegyik esetében így van. Tehát Pajcsang zenmester bevezette a téli elvonulást is. Ugyanis már annyian voltak, és annyira meg volt alapozva az egész kulturálisan, hogy le kellett őket kötni valahogy, és mivel kötjük le a szerzeteseket, szerzetesnőket? Hát a gyakorlattal. Úgyhogy gyakoroljanak, csinálják, és akkor rágyártották, akkor még holdnaptár szerint, amit a mai napig követnek Ázsiában, hogy téli 3 hónap, és nyári 3 hónap, és közte 3 hónap szünet, és akkor a tudós ember megkérdezi, és a holdszökő évben mi van? Holdszökő évben plusz 1 hónap van általában az őszi Heijie, az őszi laza időszak, az akkor annyival hosszabb. Úgyhogy itt nyugaton mi a naptár szerint dolgozunk, és azért, hogy megjósolható és kiszámítható legyen ebben az életrendben és kultúrkörben is. És ha a templomunk odáig jut, hogy nem kell már nyáron ennyit dolgozni, akkor valószínűleg a nyári kiolcsék is beindulnak, és akkor nyári 90 naposok is lesznek, így csak a téli van. És ezt is úgy határoztuk meg, hogy a természet rendjével kicsikét azért legyen összhangban, tehát a december, január, február az, amelyek így fotontemetőt, illetve a legsötétebb hónapok, és a tavaszi munkák kezdete, az pedig már február 2. fele, azt még úgy kibírjuk, és márciusban pedig már dandárja van réten a munkának, és akkor azt kell csinálni. Úgyhogy ezért lett ez így. Kérdésem az arany középútról szólna. Hogyan tudunk rá mindig törekedni, hogy az arany középúton járjunk? Figyelni kell az aranypiac alakulását. Nagyon fontos. És az a fontos, hogy a középutat ne unciákba mérjük. Tehát az arany, mint a középút egyik attribútuma, az egy római találmány. Tehát Ázsiában az arany és a középút az nem volt így egybegyúrva. De hát ugye Horáciusztól már ilyeneket tudunk olvasni. A lényeg az, hogy miért lehet arany? Azért, mert tartós. Tehát az arany egészen a 20. századig azért lehetett ugye valutakiváltó, valutatartalék és a gazdaság egyik nagyon komoly alapja, mert tartós volt. Nem rozsdásodik, nem párolog el. Lényeg az, hogy a középút tartós. A szélsőségek kiégetnek és szétráznak, a középút az tartós. És ezért mondta Sung Sanszín, hogy menj egyenesen. És ez a menj egyenesen, ez implicite a középút tanítását is tartalmazta, mert hogyha az ember így a szélsőségek által így rázva jobbra-balra kacskaringózik, akkor nagyon hamar energiát veszít és nagyon hamar kiég. Tehát ha te belül energiát veszítesz és kiégsz, akkor nézd meg a szélsőségeidet belül, hogy mi az, ami szétráz. Mi az, ami szétéget darabokra.
És az ellobbanás az nem azt jelenti, hogy itt a testhőmérsékleted ez lemegy abszolút nullára, hanem azt jelenti, hogy pontosan a szélsőségek által keltett állandó frikció, állandó rezgés, állandó izzás, ami a szélsőségek általi energiavesztés. Ez entrópia, ez vesztesség. Ez nem az a tűz, ami a lélekben van és hajtja előre, hanem az a zaj, ami állandóan jobbra, balra, le, föl, jóra, rosszra állandóan ugye rezgeti. Tehát a középút az tartós. A szélsőségek szétégetnek. És ezért ennyire fontos ez. Aztán, hogyha aranyból van, akkor az, tudod, az feláras, tehát az kicsit drágább. A koanokkal kapcsolatban szeretnék kérdezni. Egyre jobban úgy tűnik, hogy ez valami olyan fontos kulcs, vagy olyan fontos eszköz, ami nélkül egyszerűen fölösleges. Tehát gyárthatom a kérdéseket, vagy javulhatok, vagy levetkőzhetem a rossz szokásokat, vagy észrevehetem, vagy próbálhatok a meditációból előtt energiát, tisztánlátást és tiszta tudatot gyűjteni. De ha nincs meg ez a kulcs, akkor lehet, hogy megvan ez a tiszta tudat, de van egyfajta tehetetlenség ebben. Tehát egy tehetetlenül szemlélés, akár egy külső konfliktust, vagy akár a belső konfliktusomat. Azt mondtad az interjú szobában, hogy a gyermeki lélek kell összerakott vágyakat, azt nem lehet felnőtt észre, vagy felnőtt lélekkel megélni. Ugyanakkor van pont a macska törött tányérje, a kutya egér, nem tudom, mi minden van abban a koamban. Egész állatkert, de mit szeretném? Azt hiszem, hogy Sun Tzu-nak egy olyan meghatározása, hogy nem, ez egy nagyon nehéz koan, viszont egy óvodás, egy abszolút elsőre tudná rá a választ. Tehát, hogy akkor itt mégis valahol a gyermeki tudatba, vagy a nem tudásba keresendő ez a dolog, tehát hogy... Hadd segítsek egy kicsit, mert tapogatózunk különböző irányokba. Igen, tehát hogy... Tehát. Tehát mi az, ami mégis kell, hogy onnan ott keressük vissza, nem tudok most jó. Istú, hallasz engem? Igen. Na ez kell. Az összes többi az alkalmazás. Tehát ha valakinek a koan nem fekszik, és van egy rakás olyan iskola, ahol nincs koan gyakorlat. Ezért mondom azt, hogy ne tulajdonítsunk abszolút értéket és abszolút fontosságot a koan gyakorlatnak, mert anélkül is el lehet érni egy nagyon jó tudatállapotot, számos eszköz van rá, és akinek ez nem jön be, annak nem kell csinálnia. De valahogy a belső ellentéteinket meg kell oldani. Valahogy a paradoxonokból egyfajta kreatív folyamatot kellene gyártani. Valahogy fölül kellene emelkednünk a saját hülyeségeinken, és ehhez a koan egy nagyon jó gyakorlatrendszer. Tehát egy a sok közül, és ennek relatív értéke van. És innentől kezdve mindenki eldönti, hogy mennyire akar ezzel foglalkozni és küzdeni magával, miközben úgy látszik, hogy a koannal küzd. A koan gyakorlat annyira relatív, hogy aki nem megfelelő hozzáállással gyakorolja, az megtarthatja a saját arroganciáját, mert mindig reflektál és reagál a saját koan megoldásaira, és elkezdi fényezni magát. És pont az ellenkező folyamatot éli meg, hogy egyre vastagabb az ego kérge, mert egyre több koan választ tud. És a kettő sajnos egy ideig létezhet, amíg ki nem durran a lufi. Amíg meg nem kapja azt a koant, ami semmi módon az addigi tudatformával, hozzáállással nem oldható meg, és akkor kezdődik el igazán a gyakorlata. Addig csak brillírozott, mert nagyon okos volt. És amikor arról van szó, hogy gyermeki lélek az nem ilyesféle tudás nélküli, hanem egy eredeti intuitív tudása van, amire nem gyárt rá kognitív metarétegeket.
Magyarul nincsenek rajta még egókérgek, oda fogja gyártani, mert ketyeg a kis karmája, és szépen, ahogy a stimulusok jönnek a külvilágból, úgy manifestálja az énjét. Így lesznek ebből a nagyon aranyos kis gyerekből ilyen rusnya nagy felnőttek, mint mi. Na, erre a folyamatra kérdeztem rá nagyon sokszor, hogy ugyan már miért? Tehát ez is mondja a nyugat legnagyobb bodhiszattvája. Bizony mondom nektek, ha nem lesztek gyermekek, újra nem léphettek be a mennyek országába. Nem maradhatsz gyermek. Fel kell nőni. És a felnőttségből utána újra egy sokkal tisztább gyermekké lenni. És ebben mondjuk a Kuan gyakorlat segít, mert nem engedi meg a felnőttnek azt a tipikus, kőkemény, dualisztikus, énre és másra bontott ugye, gondolkodását. Jó? Én is maradnék a kónoknál. Én is, te! Hát ez annyira jó, mondjad! Azt mondtad, hogy ez úgy van kitalálva, hogy gondolkodó elme nem, vagy tudat nem tudja megoldani. Akkor ki találta ki? Azok, akik nem gondolkodtak. Tehát az az elme, amelyik meghaladta a gondolkodást. Tehát a gondolkodáshoz nem ragaszkodó emberek találták ki azoknak, akik még ragaszkodnak a gondolkodáshoz. A tudatfolyamatokkal nem azonosuló emberek találták ki azok számára, akik még azonosulnak a tudatfolyamatokkal. És így már egy kicsit kerekebb az a zsemje, ugye? Egyéb kérdés? Azt mondtad az előbb, hogy nincs előre meghatározva a sorsunk, és meditálás közben én azt vettem észre, hogy így a tudatom így játszik egyik oldalról a másikra, hogy vagy egy vágy jelenik meg, hogy mit szeretnék a jövőben elérni, megélni, mi legyen a sorsom, hogy alakuljon az életem, mit érjek el, stb. Vagy oda tapad a tudat egy múltbéli, kellemes, legtöbbször kellemes élményhez. És akkor így a kettő között ingázik a tudatom. És ma éltem meg azt, hogy mennyire nehéz elengednem azt, hogy én elképzeljem, hogy mi legyen az életemmel. És közben próbáltam azt mondani, hogy nem én tudom a legjobban azt, hogy alakuljon az életem, hanem hogy esetleg létezik egy ennél intelligensebb valami, ami kitalálja, de hogy ez mégis nagyon nehéz. Hogy én azt mondjam, hogy oké, legyen, ami... Hadd foglaljam egy tömör kérdésbe a dilemmát. Okay. Hogyan hozott fel kétségeid gémes kutyából a tiszta bizonyosság éltető vizét? Csak is úgy, hogy egyszer csak megáll a kút, és meglátod, hogy ott a vödör, és benne a víz, és többet a kút már nem megy le meg föl. Tehát ebben a pillanatban összpontosul a múlt, a jelen és a jövő összes karmája. Tehát ebben a pillanatban válik nyilvánvalóvá a múlt, a jelen és a jövő összes összefüggése, ahhoz nem kell itten mendegélni jobbra-balra. Kirándulunk itt a múltba, és beleveszünk a saját állatkertünkbe. Vagy előre megyünk a bizonytalanság szavannájába, és a teljes kilátástalanság sivatagját tapasztaljuk meg. Ugye? Miért? Mert annyira tudni akartuk, hogy elvesztettük a talajt a lábunk alól. Nem tudni kell, látni kell. Nem túlélni kell akarni, hanem élni kell. És akkor az ember egész másképp áll ehhez, és akkor ebben a pillanatban szépen leülsz, és bevárod, amíg a képzetkörök hozzád megérkeznek. És ezt egy kérdéssel tudod irányba állítani, egy kérdéssel tudod megnyitni. Például az, hogy mi a dolgom, vagy mit tegyek, vagy ránézel a múlt egyik karmájára, ami még nem is múlt el, mert még mindig ott incselkedik a jelenléteddel. És akkor az van, hogy na, ez micsoda. És engeded, hogy a rétegek, a projekció gyönyörűséges, gyöngítő, elhárító rétegei, azok szépen foszoljanak le a tényről, és a maga nyers valóságában megjelenjen. Miért kell ez nekünk? Ez nem mazohizmus. Ez ahhoz kell, hogy a valós ok és okozati kapcsolatot belásd az adott ténnyel vagy tényekkel kapcsolatban. Ha nem látom be az okozati viszonyot, hogy valójában mitől jött ez létre, nem tudom se tartósítani, se megsemmisíteni. Oké? Okay.
És ebben a pillanatban dől el minden, és ez a pillanat magában foglalja a múlt, a jelen és a jövő összes karmáját. Ez azért fontos, mert néhány elem egész sorsszerűnek tűnik. Be kell látni az ok és okozat működését, mert ami egy általad átlátott folyamat, az körülbelül olyan, mint amikor eldobsz egy bumerángot, és egy látható körpályán körbe megy, és visszaér hozzád. Egy kevésbé átlátott folyamat, amit már úgy elfelejtettél, de aztán emlékezteted meg, hogy jaj, tényleg, hát ez én voltam 2 évvel ezelőtt, eldobod a bumerángot, körbe megy az erdő körül, 2 év, és visszaér hozzád. Na most mi van, hogyha akkor átdobsz, hogy egy életen keresztül megy körbe, és egy másik életben visszaér hozzád? Tehát ez azért érdekes, mert az emberek ezekben az esetekben, amikor nem látják, vagy nem óhajtják látni az alfát, akkor az omega állapotban, amikor ugye a vége ott van náluk, akkor azt mondja, hát ez nem is én voltam, hát ez a világ, hát, ezt, hát én ilyet nem csinálok magammal. De igen. Tehát ami ér téged, abban valamilyen szinten részt vettél. Passzívan vagy aktívan, de részt vettél benne. És ez arra ok, hogy az ember utána nagyon komolyan megnéz, hogy ebben a pillanatban mit csinál. Tehát hogyan dolgozza fel a sors következmény energiáit, és hogyan teremt eredetet. Ezért fontos az Eredet című film. Nagyon jó film. Többszöri megtekintése, hogy nézd meg, az tele van. Tehát azok, akik azt megcsinálták, azt a filmet, azok nem csak filmet tudtak csinálni, hanem iszonyú jól értettek az emberi tudat működéséhez. És gyönyörűt alkottak. Tehát kalapot le, pontosan azért, hogy láttassák a tér, az idő és a tudati jelenségek relativitását. És minden, ami a térben megjelenik, mint látszólag objektív jelenség, az tudatfüggő. Gyönyörű. Tehát ha még ilyen szempontból nem nézted meg, akkor nézd meg még egyszer, hogy a különböző tudatszinteken az álmok milyen idősíkkal, időtartammal működnek. És az a vicc, hogy akármilyen síkon létezzen és akármilyen tartama legyen, akármilyen tartalma is legyen, a karma törvénye ugyanaz. Tehát az ok és okozat működése bármely síkon ugyanaz. És ez azt is jelenti, hogy ha testben vagy, akkor is úgy működik, ha testen kívül vagy, akkor is ugyanúgy működik. Csak a kardinális különbség az, hogy az egyiknél van tested, a másiknál pedig nincs. Ez az alkotás, ez nagyon sokat segít a tudni vágyóknak, jó? Tehát ennyit a sorsról, ennyit arról, hogy mi az, ami objektívnek tűnik és változtathatatlannak, és mi az, ami pedig nagyon képlékenynek és alakíthatónak. Itt pusztán a bumeráng körének a sugara, az változik. Ennyi. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? A dharma balesetekről szeretném, ha beszélnél. Többször is említetted, többek között egy másik film kapcsán, ahol Tashi a szamszárában, mikor x év barlangi meditáció után nem hagyják nyugton a barlangos testei, vagy valami, tehát és ezzel akár, mint szerzetes, mennyire tudsz azonosulni, vagy mihez a... Hát azzal én óvatosan bánok az azonosulással, mint tudjuk. Igen. Nem, hogy azonosulni, hanem mi a helyzet részedről ezzel a felállással? Én köszönöm szépen, a barlangos testeim nagyon jól vannak. Ez az egyik örömhírem. A másik pedig az, hogy a dharma balesetek azok mindig egy közös nevezőre hozhatók vissza, hogy feladta. Az egyetlen dharma baleset az, hogy feladod. Tehát az, hogy a srác egy olyan tudatállapotban ment bele egy 3 év, 3 hónap, 3 napos elvonulásba, amikor még a vágyenergiák azok nem voltak kitakarítva, ezeket klésáknak hívják szanszkritul, nem csak vágy, dű vagy egyéb dualisztikus eredetű szennyeződés, és a visudi magga, a tisztaság ösvénye, egy ilyen vastag téravádat traktátus olyan Krisztus után 1000-ből, Buddha Gósa állította össze csak annak, akit ez érdekel, iszonyú kemény, tehát ószövetségi szabályrendszer legyen a talpán, amelyik olyat akar ugye, meghatározni, mint a visudi magga. És a következő van, ott bizonyos fázisok előtt nem lehet szamádit gyakorolni, tehát ki van csukva.
Tehát ez olyan, mintha nagyon-nagyon nagy széntartalmú acélból öntenél precíziós és nagy igénybevételre tervezett öntvényeket. Egyszerűen el fog törni. El fog szakadni, nem fog működni. Tehát a tudatból ki kell takarítani a szennyeződések nagy részét, sőt, lehetőleg minél nagyobb részét, és már csak a legfinomabb mentális dualitásuk, az én képzet meg egyebek, pici nyoma maradjon csak benne, ahhoz, hogy a szamádi az megfelelő érési folyamat legyen, és megfelelő eredménnyel záruljon. Itt valószínűleg nem ez volt a helyzet. Egy csomó vágyat és egyebet magával vitt, azt a szamádi az gyakorlatilag így összenyomta, mert a koncentrált tudat az rendkívül erősen tud működni akkor, amikor a test összes folyamata ki van kapcsolva. Tudod? És a helyzet az, hogy ez a fajta koncentráció, ez magával hozta azt, hogy minden megoldatlan karmája lement a tudattalamba. És amikor a felszínen tört, nem tudta uralni őket. Tehát a nem szamádi típusú meditációkban engeded ezeket a tudattartalmakat megjelenni, és van percepció, van tiszta tükör, fel tudod dolgozni, el tudod engedni, az azonosulást meg tudod szüntetni. Mindez szamádiban már nem tudod megcsinálni. Az előtt kellett volna. Tudod? Tehát hangsebességre való kapcsolás előtt tessék a biztonsági öveket bekötni, mert különben utána ezekkel a sebekkel így a pilóta fülkéttől, tehát ezt már inkább ne. Jó? Tehát ez egy ilyesféle tanulság. Na most a hétköznapi dharma balesetek, azok mindig így a mi hétköznapi környezetünkben, és nem barlangban és fönt a tibeti fensíkon, azok általában úgy hozhatók közös nevezőre, hogy láttál valami szokatlant magadban, és ezt elhitted. Tehát van egy tapasztalás, a tapasztalás megváltoztat, ezt te elhiszed, és egy sérült személyiséget veszel magadra, holott ha elengeded a tapasztalást, a sérülés is, vagy a szokatlanság is elmúlik. Tehát a dharma baleset az akkor van, amikor a hamis azonosulások nőnek és nem csökkennek, amikor tanító vagy megfelelő képzés hiányában a tapasztalattal azonosulsz, és nem látod be, hogyha valami megjelent, az el is tűnik, csak hagyni kell, hogy eltűnjön. Hogy tudd elengedni. És ekkor sikerül a zsákutcából, amiben belerongyoltál a járműveddel, szépen kihátrálni, és tovább menni azon az úton, ahol nem egy fal állja az utadat, aminek neki mentünk. Tehát ez ezért fontos, mert a dharma balesetek megint csak önmagukban nem léteznek, ezeket mi hozzuk létre a saját reakcióinkkal, amelyek szokás alapú, habituális reakciók. És nem szükségszerűek. A balesetek pontosan arra tanítanak, hogy ne ezekből a szokásokból, berögződöttségekből dolgozzunk, hanem tisztán és világosan tekintsünk rá arra a realitásra, amit az a pillanat éppen szolgál. És akkor nincs baleset. De ha te meg akarod határozni magadat hirtelen egy meditációs folyamatban, magadkozhat, hogy úristen, én most hol vagyok? Hát sehol. És akkor mindenki úgy, mint a rajzfilmben, a kis, és akkor a donátkacsa esik bele a tengerbe. Tehát nem ez kell. Ha már egyszer kisétáltál a fensíkról így a levegőben a tenger föl, nyugodtan sétáljál vissza a hegyre, és akkor földet érsz. Nincs az a semmi gond. De hogyha egy éntelen, meghatározatlan, nem tudható, nem definiálható tudatállapotban hirtelen elkezded keresni magad, és nem találod, hát az nagyon-nagyon súlyos. Békélj meg azzal, hogy nem tudod. És hogyha ez a megszokás, hogy megszoktad azt, hogy ez nem tudható, ez tapasztalattá válik, ezt hívjuk törhetetlennek. Tehát nincsen se neve, se formája, megjelenése és eltűnése, élete se halála, ezért törhetetlen. A test törhető, a gondolat megváltoztatható, az érzelem kiégethető, minden, ami keletkezett, az elmúlik, tökéletlen és függő helyzetben van. De ha az ember meg tudja szokni azt, ami nem tudható, akkor megmaradhat abban az állapotban, ami tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör, és 100%-ig jelen van ebben a pillanatban. Na, akkor nincs baleset. Az üres térben nem lehet beleütközni. Oké? Okay? Mondtam a kérdésem, hogy milyen folyamatai vannak annak, hogyha valaki eldöntötte magába,
hogy szerzetes szeretne lenni. És hogyha amikor már ez megvan, akkor hogy tud ebben megmaradni úgy, hogy a világi dolgok ne vonják ki belőle? Hát, hogyha szerzetes szeretne valaki lenni, akkor jó, ha talál magának egy tanítót, aki ezt segíti. Találhat egy hagyományt is, ahol ez formailag lehetséges, és ennek megvannak a stációi, hogy mit kell ahhoz tenned, hogy mondjuk egy ázsiai hagyományban esetedben mondjuk szerzetesnő legyen. És akkor utána engedni kell azt, hogy ez benned mélységes változásokat hozzon létre. Tehát gyakorlatilag, hogy ellenállás nélkül, de nagy energiával csináld azt, amit éppen csinálsz, és utána nem törődni az ideákkal és a vágyakkal, és az, hogy milyen eredménnyel jössz ki ebbe. Tehát csak tenni. És ez a csak tenni, ez a legnehezebb. Mert egy idő után az ember szeretne valamit, szeretne esetleg újra valaki lenni, szeretne valami jutalmat azért, amit ennyi időt, évet eltöltött. És a legtöbb embernek nincs ilyen. És én azt mondom, hogy ne egy specifikus formát akarjon valaki választani a gyakorlatához, hanem próbáljon meg igaz lenni önmagához. Ne egy adott élethelyzetet próbáljon meg elérni, hanem minden élethelyzetben segíteni másokon és magán. És gyakoroljon keményen, és gyakoroljon amennyit csak tud, de ezt ne az határozza meg, hogy milyen a hajviselete, vagy a ruhaviselete, vagy a társadalmi elismertsége, vagy a díjazottsága, vagy a díjazatlansága. Mert a magadhoz való őszinteséget, az egyszerűséget, az önzetlenséget, a mások segítését, az nem pótolja semmi, és nem egyik vagy másik forma teszi ezt lehetővé. Tehát a lehetőség is te vagy, és az akadály is te vagy, és te döntöd ezt el, hogy éppen hogyan viselkedsz egy adott pillanatban. Igazából akkor van ennek jelentőség, ennek a kérdésnek, amikor az ember az életének egy szakaszában fölteszi magának azt a kérdést, hogy most szeretnék-e családot, szeretnék-e gyereket, egy magányos létben szeretnék élni, egy családi létben szeretnék élni, vagy egy szangában szeretnék élni. És hogyha a szangában szeretne élni, és nem szeretne vérszerinti családot, és szolgálni szeretné a tanítót, tanítást és a tanítványi közösséget, akkor van értelme a szerzetesi-szerzetesnői fogadalomnak. Önmagában ahhoz, hogy te jól tudjál gyakorolni bármit, meditációt, egyebet, ahhoz nem szükséges. Ahhoz egy nagyon jó egzisztencia kell, kidurrant lufik, egyebek, és ahhoz, hogy legyen tered és időd eljönni gyakorolni. Tehát a gyakorlatnak nem előfeltétele, főleg itt nyugaton az, hogy szerzetesnő legyen valaki. Az életmódváltásnál, vagy az életmódválasztásnál van óriási szerepe annak, hogy te valójában mit akarsz. És hogy te mennyire akarod ezt, és mennyire őszinte ez, mennyire tartasz ki mellette, mennyire vagy lojális önmagadhoz és a három legértékesebbhez, azt nem egy külön ellenőrző bizottság fogja időről időre felülvizsgálni, hanem maga az élet. Maga az élet fog olyan alternatívákat kínálni, emberi és anyagi alternatívákat, ahol megcsillan a lehetősége annak, hogy világiként talán jobb lesz, vagy boldogabb leszel, vagy gazdagabb leszel, vagy stabilabb lesz az életed, vagy több tartalékod lesz, vagy jobban szeretnek érte, vagy jobban meghálálják azt, amit csinálsz. És ezek az igazi tesztek, és a monasztikus társadalomnak ezek a válságok. És ezeken a válságokon kell túllépni, és egyre igazabb válaszokat adni, mert hogyha ezeket nem dolgozza fel az ember magában, és nem engedte elég mélyre menni a válságot, akkor valamit nem látott meg, és nem hozott a felszínre. És akkor az, mint egy zárvány, mint a következő válságnak a lehetősége ott marad. És akkor nem egyenesen ment, hanem egy nagyon-nagyon nagy sugarú körben, ami egyszer csak megint körbezárul, és észreveszed, hogy Uramisten, már megint ugyanott vagyok, pedig úgy tűnt, hogy túlléptem rajta. És ezen ne lepődjünk meg, mert a probléma megoldásunk sose lesz annyira tökéletes, hogy az elején maradéktalanul megoldjunk problémákat. Tehát azok szükségszerűen megjelennek újra, és az igazi helyes hozzáállás, az akár monasztikus, akár világi
életformát visz az ember, az az, hogy jobban lássak rá már másodszor, mint elsőjére. Jobban, hívebben, egyszerűbben, tisztábban, önzetlenebbül oldjam meg negyedszerre, mint harmadjára. És akkor ez nem csak helybenjárás lesz, hanem egyfajta tengely mentén egy spirálszerű emelkedés. Jó? És ez így életszerű. És ez emberi. Úgyhogy nem lesz a karmád attól lényegesen más, hogy szerzetes női ruhát öltesz. De lehet, hogy a hozzáállás megváltozik, mert az élethelyzet megváltozik, mert a gyakorlat és egyebek megváltoznak. Tehát nagyon sok minden változik, de a házi feladat nem változik. Jó? Említettük itt az álmokat és alva kapcsolatban, hogy amikor meditálok, akkor nagyjából sikerül megtartani az ürességet, de kicsit álomban. Elmondod, hogy megy ez? Engem érdekel. Nagyjából. Oké. Okay. Nem mondom el. Viszont amikor álomban merülök egy pillanatra, és akkor jönnek nagyon gyorsan az álmok, tehát ilyen hirtelen. Úgyhogy ez érdekelne, hogy... Mondjuk, színes, fekete-fehér? Attól függ. Magyarul beszélő, vagy esetleg idegen nyelven? Németén. Németül főleg. Akkor azon a nyelven forgattad a filmet? Csak nem tudom, németi az a baj. Kérjél alá feliratot. Jó. Letöltem. Az a kérdés, hogy 20 év gyakorlás után, ami neked van, ugye még mindig megjelennek itt az álmok ilyen intenzíven, tehát kitisztítsuk a tudatunkat. Hát persze, hogy megjelenik az álom. Hát ez az. Hogy akkor hol vagyunk? Hol vagyunk? Az álomban vagyunk, és mihelyt rájöttünk, hogy álmodunk, egy picit már fel is ébredtünk. Ez igaz. Tehát ez azért jó, mert a gyakorlat az például egy adott álomállapotba be tudja kapcsolni a dharmát. Tehát, hogyha például egy mantrával dolgozol, akkor álomállapotban egyszer csak a mantrát bekapcsol. És ekkor van egy másféle minőség, mint pusztán elszenvedni azt, hogy a töltött káposzta vérben forgó szemű bikája körbe kergetett a saját gyomorfaladon, és akkor átéled azt, hogy eltaposott a saját kémiád. Tehát, tehát fel tudsz ébredni belőle, tehát mindenki álmodik, mindig, amikor alszik. Akár emlékszik rá, akár nem. Akár testben maradt, akár nem. Tehát mindenki. De, hogy hogyan viszonyulsz hozzá, az a tudatod állapotától, például tisztaságától függ. Például az, hogy elhiszed-e az álmodat, azonosulsz-e az álmoddal, meghatározza-e az álmod a fiziológiai állapotodat, verejtékben fürödve ébredsz-e föl, vagy pedig csak rájöttél, hogy huha, ez lehetett volna rosszabb is, de már azonnyomban fölébredtem előtte. Jó? A tudatosság álomban is. Éberségnek mondanám, a tudatosság egy kicsit félrevezető, hogy Józsi, álmodsz? Mit mondtál? Tehát ez egy másik történet. Kihendetem a szemét. Az éberség az álomban, nevezhetjük tudatos álmodásnak, csak a tudatosság meg az álomállapot az úgy ellentmondani látszik egymásnak. Ugyanis a tudatosság az azt involválja, hogy valaminek tudatában vagy. Az éberség pedig egy tárgyatlan tudatot, vagy egy tárgyatlan, éber, tiszta állapotot ugye jelentene. Volt már olyan álmod, amikor te tudatában voltál, hogy mit cselekszel, és tudtad irányítani az álmodat. Volt olyan is, hogy tudatában voltam, és nem tudtam irányítani. És volt olyan, hogy tudatában voltam, és tudtam irányítani, és akkor általában föl is ébredtem. És volt olyan, hogy tudatában voltam, és marhára nem akartam fölébredni, igen, olyan jó volt. Egyébként a legszebbek azok, amikor nem fűződik semmiféle énes hozzáállás az álomhoz, és nagyon harmonikusan, mint hogyha valaki egy ilyen szuper repülőgéppel letett volna a kifutópályára, és egy ilyen nagyon-nagyon harmonikus leszállás élményed van, akkor fölébredsz, és ott van a tudatodban az egész. Itt egy gyönyörűen összevágott film, és minden kockára emlékszel, és ahogy tartod az éber már ugye fiziológiailag felébredett tudatban ezt az egészet, elkezd értelmet nyerni, és elkezd a tudatban olyasféle szinaptikus kapcsolatokat kiépíteni,
hogy nem te mondod meg magadnak, hogy ez az álom mit jelent, és nem a kognitív tudatod vetíti rá a saját salakanyagodat, hanem elkezd beszervülni abba az életbe, abba a helyzetbe, amit éppen akkor élsz. És ezek a nagyon komoly jelzésértékű álmok, amik nem tudod, hogy honnan jönnek, de olyan elképesztően jelentősek, hogy nem meglátni őket hatalmas hiba lenne, nem megérezni, megérteni őket hatalmas hiba lenne, és a bennük lévő tanulságot vagy iránymutatást nem követni is hatalmas hiba lenne. Tehát sokféle álmunk van, van a teljesen fiziológiás, kémiai alapú, lásd, erőteljes disznóhústartalmú vacsorák, hasonló, és vannak az ilyen finomabb, feldolgozó üzemek, amikor egy adott problémát, érzelmi vagy gondolati problémát álomban látsz meg, mert az ébrenléti tudatod letakarta, és nem voltál hajlandó meglátni, és álomban az elhárító mechanizmusok nem vagy sokkal kevésbé működnek, és aztán vannak az úgynevezett, ezek a jelzésértékű, nagyon komoly álmok, amik itt csont nélkülben maradnak. És persze lehet ezt még klasszifikálni nagyon sokáig, csak az osztályozással nem megyünk még semmire. Tehát ezt a hármat szeretném megkülönböztetni, és nagyon jó az, hogyha mindenki tisztán látja, hogy a felébredett, tehát az álomhoz képest az ébren lévő állapotban sokkal többet tud cselekedni, ha ezt az éberséget megfelelő módon tapasztalja és használja. Tehát nem gátolja le a saját énségével, hanem az éberségét arra használja föl, hogy pont a tudatosságot nyissa föl. És akkor azok a tartalmak, amelyek szükségesek megjelennek, és éber állapotban fel tud dolgozni. Ha nem, akkor visszajön álomban. Maga az, hogy például én itt vagyok, vagy mi itt vagyunk, hogy ez is olyan, mintha egy bizonyos, nem is tudom, hogy minek nevezem, tehát egy tudati szint, vagy valami ilyesmi kellene hozzá, hogy egyáltalán el tudjak indulni azon az úton, hogy elgondolkodjak azon, hogy én most ezeket a én személyiségeket, vagy az képeket, vágyakat el akarom engedni. Mert például, ha ránézek erre, ez egy gyerekkorból így be lehet zárni az embert egy kis dobozba. Ezekkel a hitekkel, hogyha például olyan szülő van, aki így folyamatosan mondja ezt a szent szöveget, bezony, akkor ebből nekem úgy tűnik, minthogyha bizonyos embereknek nem is lenne esélyük kijönni, mert meg se látja azt a... És hiába beszélek neki, annyira erős ez a doboz, hogy... Esélye van, csak úgy abban az állapotában az általad látott valószínűsége eléggé kicsi. És valóban kell egy bizonyos tudatszint ahhoz, hogy valaki a dharmára ránézzen és a dharma útjára szeressen lépni. És ezt a bevezetőben meghallottuk, ez a válság. Amíg a dharma lufia ki nem durran, addig valójában nem jártunk az úton. Tehát én 24 évvel ezelőtt már rég tudtam azt, hogy tibeti halottaskönyv és különböző rinpocséknek, gesséknek az írásai és egyebek, és ott volt az feketén-fehéren ékes magyar nyelven, hogy minden istenség, még a legnagyobb is, önnön tudatott terméke. Elég ezt tudnod, és szabad vagy. Egy tudóst elég. Nem elég. Meg kell élni. Meg kell tapasztalni, hogy minden jelenség önnön tudatott terméke, és ha azt tudod szabályozni, akkor szabad lehetsz. Jó? Tehát, tudatállapotról beszéltünk. Engedd meg, hogy ezek az emberek ki akarjanak törni a kis dobozkájukból. A Buddha nagyon szép hasonlatot hozott erre. Az érzékszervekhez kötött lények olyanok, mint az égő házban játszó gyerekek, akik nem hajlandók szabadulni a játékaiktól. És ott ég rájuk az egzisztencia úgy, ahogy van, és nem jönnek ki. Nem tudod őket erővel kimozdítani onnan, csak akkor, amikor rájönnek, hogy Úristen, ég a ház! Akkor ki akarnak jönni, akkor ki lehet nyitni az ajtót, és akkor odakint lehet őket várni valamivel, ami jobb, mint az égő ház. Tehát az ember néha legjobb érzeményétől, legjobb motivációjától hajtva segíteni akar másokon, és rájön, hogy nem akarnak ráhallgatni. És ez így rendben is van. Egyrészt tanulja a bodhisattva a frusztráción keresztül, hogy mi a hivatástudat. Ez az első. A másik, hogy nem kell azokat segíteni, akik ezt nem akarják elfogadni, de készen kell állni rá, hogy megtedd, amikor
az átmenet megvalósul. Tehát nem fog rád hallgatni mindaddig, amíg a dobozból ki nem akar törni, és amikor mégis megtenné, akkor lehet, hogy egy másik irányzatot, egy másik gondolkodásmódot, egy másik utat akar majd követni. És ez is nagyon rendben van. Tehát rengeteg olyan hely van, ahol már az szükséges, amit tudsz adni. És türelem. Türelem. Ez ilyen hang around, hogy én csak így a térben ott vagyok valahol, és hogyha ő neki kell, akkor megtalál oda például. Nem pusztán ez. Az éber együttérző figyelem és az odaforduló közelítés az nagyon fontos. Tehát ez csak akkor működik, hogyha mersz velük egy térben, egy időben lenni, és figyelsz. És látod, hogy most fog törni, most fog traumatizálódni, most fog hibát elkövetni, és erősnek kell lenni hozzá, hogy ne akard megóvni. És amikor már elkövette a hibát, amikor már tanítható, amikor már van szenvedéstudata, akkor tudsz színre lépni. Előtte nem. Ez egy brutális igazság. És én szeretném, ha nem így lenne. Orvos szülők gyermeke vagyok, és én szeretném azt, hogyha úgy lehetne meggyógyítani az embereket, hogy a lehető legkevesebbet szenvednének. De nem lehet. Erre jöjjünk rá. És ez magunkra is igaz. Amikor Sung Sansunyim azt mondta, hogy még több szenvedés szükséges az ilyen kérdésekre, akkor ő ezt nem azért mondta, mert az együttérzés hiányos lett volna az ő szívében. Hanem azért, mert pontosan tudta, hogy ez a világ hogy működik. És hogy mi emberek hogyan működünk. Csak ezért. Honnan tudhatom, hogy megfelelő tudatállapotban vagyok ahhoz, hogy valakinek segíthessek? Tehát, hogy nem csak az én téves képzeteim mentén akarok bűvészinasként valakivel úgymond jót tenni, de lehet, hogy... Két alapfeltétele van. Az egyik, hogy nem jelenik meg az önellenőrzés kényszere. Ez az első. A másik, hogy valamilyen módon felhatalmazást kaptál rá annak az eszköznek, vagy eszköztárnak a birtokosától, vagy művelőjétől, amit szeretnél használni erre a segítségre. Tehát ahhoz, hogy valaki mondjuk a mi hagyományunkban tanító legyen, ahhoz tanítói felhatalmazás kell egy idősebb tanítótól. Jó? Tehát külső és belső bizonyosság egyaránt kell hozzá. És akkor nem bűvészinas, hanem a nagy bűvésztől megkaptad a varázspálcát, és amikor látod, hogy ott a közönség, akkor csiribi-csiribá, nyulacska. Jó? És akkor már nincs belül kétség, hogy meg tudom-e csinálni, hiszen megcsináltad a manésban már százszor. És akkor a nagy bűvész azt mondja, hogy tessék, csinálhatod. És megy. És még így is követhetsz el hibát, hogy úristen, galamb lett, és nem nyulacska. És akkor az ember javít. Jó? Tehát, hogy az életben az egy dolog, mikor már valaki tanítói státuszra lép, mint te, vagy mások, de hogy az életben kint, honnan tudjuk ezt, hogy tudunk-e segíteni, mert ugye az ember nagyon hajlamos arra, hogy azt mondja, hogy én már annyit tanultam, én már jöttem elvonulásra, én már olyaj, na majd én megmondom, hogy mi a tuti, és látod, hogy a másik szenved, és tényleg segíteni akarsz, de nem biztos, hogy jól. Hogy ezt honnan tudom a hétköznapi életben, hogy most én akarok egóból nyomulni, vagy tényleg tudok segíteni? Mennyire spontán, önzetlen és elvárás nélküli a dolog? Tehát ha spontán, önzetlen és elvárás nélküli, akkor nem te ambíciózol, és nem egótripezel ezzel. És nem uralkodni akarsz rajta, nem birtokolni akarsz, nem akarod elvenni a függetlenségét, stb. Stb. Tényleg segíteni akarsz. Tehát önzetlenül, elvárások nélkül, spontán. Minél többet gondolkodsz rajta, annál gyanúsabb, hogy itt valami nincs rendben. De látni kell. Jól kell látni az okot és az okozatot, és a pillanatnak ebben az intenzitásában hirtelen megjelenik valami, és azért jó, hogyha spontán, mert elháríthatatlan. Tehát, hogyha gondolkodás nélkül született, akkor az be tud menni gondolkodás nélkül. Minél többet taktikázik az ember, annál erősebb lesz a másik ember elhárító mechanizmus gyűjteménye. Elkezd védekezni.
Mert érzi, hogy változik valaminek, valakinek a hatására. És akkor, hú, hát nekem nincs is problémám. Ja, ezek? Hát ezek a beleim. Szóval emlékszünk, tessék az egyperceseket újraolvasni. Jó. Megköszönöm mindenkinek az értékes és kitüntető figyelmét. Nagyon örülök, hogy ennyien együtt vagyunk ezen a 9 napos elvonuláson, és az a szívbeli reményem, hogy továbbra is együtt tudunk gyakorolni, járni a Bodhisattva utat, és felébredünk, és megszabadítunk minden lényt a szenvedéstől. Köszönöm szépen a figyelmet!